170 főnek biztosít gyakorlati oktatóhelyet a Tiszalöki Hat & Co-Altam Kft. A szakközépiskolás tanulók modern eszközök és profi szakemberek között tölthetik a kötelező gyakorlati képzésüket. Ez a cég számára is előnyös, így maguknak tudják kinevelni a vállalat leendő dolgozóit. Tiszalökön 2 év alatt szinte meg 3-szorozódott a tanulószerződéses diákok száma. Köszöntöm a stúdióban a téma kapcsán a Hat & Co-Altam Kft. Ügyvezetőjét, Benkő Zoltánt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagy dolgokról olvastam itt a felvezetőben. Ez az önök életében is ilyen nagy dolog? Ezt mi is hasonlóképpen éljük meg, ahogy ön említette, tehát egy nagy dologként nézünk a jövő elé. Fejünkbe vettük 3 évvel ezelőtt, hogy vissza a duális képzés kereteink közül a szakmunkás szakközép iskolai oktatási szinten elkezdenénk egy oktatóműhely létrehozását, amelyben egy 60 fős kötelezettségvállalás mellett elkezdtük a jelenlegi hiány szakmáknak az oktatását. Melyekre kell gondolnunk? Konkrétan az építőiparban jellemző könyves, burkoló, heggesztő, csőhálózatszerelő, asztalos, bútorasztalos, festő szakmacsoportokkal kezdtük el az oktatást, amelyet a jövőben, közeljövőben, tehát következő tanévtől kezdően szeretnénk kibővíteni. Elképzeléseink az autóipar különböző területein, nyilvánvalóan az új szakképzési törvénynek és az új oktatási módszertannak megfelelően próbáljuk ezeket a szakmacsoportokat csoportosítani. Mielőtt megtörténtek ezek a képzésbevezetések, kikkel egyeztettek, mihol történt az igényfelmérés, milyen széles körben? Természetesen itt szorosan körültve a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamarával közös együttműködése volt szükségünk ahhoz, hogy egyáltalán fel tudjuk venni a harcot úgymond ebbe az oktatási témába. Hál' Istennek az évek folyamán nagyon jó kapcsolatok alakultak ki, mind a kamara részéről, mind a szakképzési centrum részéről egy olyan jól együttműködő kapcsolatrendszert tudtunk felállítani, melynek köszönhetően jelenleg is 170 fő tanulónak tudunk egy 21. századbeli oktatási tematikát biztosítani. Most megkérdezem, bár lehet ez önöknek egyértelmű, hogy ott önöknél ez jó helyen van egy ilyen tanulóhely kialakítása? Véleményem szerint jó helyen van. Igen, elgondolkodtató volt ugye, hogy a helyszín kiválasztása. Én nagy mértékben kötődünk Tiszalökhöz, tiszalöki származású vagyok, tehát mindenképpen azt vettük alapul, hogy elsősorban is utánpótlás, kinevelés az elsődleges szempontunk, másodszorban egy megfelelő, végzettségű, felkészült szakmunkás állomány álljon rendelkezésre az ipar számára, és úgy éreztem, hogy a térségünk elmaradottsága és hátrányos helyzetéből kifolyólag ott nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van azokban a fiatalokban, akiknek nincs rá lehetőség, hogy távolabbra utazzanak, szülők nem tudják finanszírozni ezeket az oktatási módszereket, és ebből kifolyólag léptük meg ezt a oktatóközpont megalkotását. A 170 fő az soknak tűnik így első hallásra. Sok, igen, valóban sok. Első elképzelésünk egy 60 fő volt. Így az évek folyamán azt mondom, hogy sok, de gyakorlatilag meg tudjuk oldani, és erre a 170-re is azt kell mondjam, nagyobb az igény, mint amennyit tudunk bevállalni. Persze, nem is abban a szempontból értékeltem én úgy, hogy sok, hanem talán önöknek kezdésként is ezzel indulni, az, hogy az ország számára ez kevés, ez teljesen egyértelmű, vagy akár a térség számára is. Ugye ez nem kérdéses. Mit látnak előre, meddig látnak előre? Hogy tudnak tervezni? És miből? Előre úgy tudunk tervezni, hogy mindenképpen figyelembe veszük az iparnak az igényeit, tehát ahogy a szakképzési törvény változásai is várhatóak a közeljövőben, tehát mindenképpen azt fogjuk szem előtt tartani, hogy az ipar, Magyarország mit vár el a jelenlegi oktatási rendszertől, tehát mindenképpen előtérbe fogjuk azt helyezni, hogy oktatóközpontunkon belül a vélt valós oktatási körülményeknek, a valós munkavégzési körülményeknek megfelelően olyan gyakorlati hátteret biztosítsunk a tanulóink számára, amelyek 21. századbeli követelményrendszernek meg fognak felelni. Most úgy beszélünk erről a dologról, ha nem sértem meg, mint valami újdonságról, pedig ugye itt egyszerűen a reneszánszát kezdi élni az, ami jól szerepelt, jól vizsgázott valamikor évtizedekkel ezelőtt. Igen, van benne némi nemű igazság, de gyakorlatilag figyelembe kell azt vennünk, hogy a kor,
az nagyon előre haladott állapotba került. Tehát ez az a század, amikor azt mondhatom, hogy a jelenlegi oktatói állomány sem teljes mértékben felkészült azzal az infrastruktúrális, virtuális, infokommunikációs oktatási módszerekkel, rendszerekkel, amelyek már most rendelkezések ellenének, hogy álljanak ezekbe az oktatási központokba. Az oktatási tematika valamilyen szinten lemaradt az ipar elvárási követelményeitől. Beszéltünk itt robotizációról, belekezdtünk mi is 2 évvel ezelőtt, hál' Istennek első körben sikerült megalkotnunk az első olyan kobotunkat, amely jelenleg is hegesztési feladatra van befogva. Ebből kifolyólag szeretnénk a közeljövőben ezt az oktatási módszertant bevezetni, ehhez próbálunk tanulókat úgymond toborozni, és nyilvánvaló, hogy összekötni ezt a folyamatot az iparnak azon területével, ahol szükségszerű lesz ezeknek az eszközöknek a használata. Ugye a felvezetőmben az is elhangzott, hogy önök saját maguk számára is kinevelik a megfelelő szakembergárdát. Kiket? Elsősorban csőhálózatszerelőt, mert vénánkból adódóan csőhálózatszerelés az elsődleges tevékenységi köre a cégünknek. Utána foglalkozunk építőipari felújítási munkákkal is, tehát minden esetben jól esik az, hogyha a frissen végzett diákaink közül van olyan, aki a térségbe szeretne maradni, és ezeken a területeken szeretne dolgozni. Meddig lehet önöknél egy-egy tanuló? Meddig lehet nálunk egy-egy tanuló? Tehát a tanuló szerződés ideje alatt az természetes, hogy végig folyamatosan nálunk van, utána pedig munkaszerződés keretében nyilván kettőnk közti megállapodás kérdése, ki milyen hosszú távon tervezi a vidéki munkavégzést, ki milyen területre szeretne a közeljövőben elmenni, sőt lehetőséget tudunk biztosítani egy másodszakma megszerzésére, szintén duális képzés keretein belül. Ja, hát akkor a beszélgetés végén én csak sorra szeretném venni, hogy ki mindenki örülhet mindannak, ami most elindult és zajlik önöknek köszönhetően. Önök nyilván örülnek, hiszen nagy valószínűséggel ez egy kiindító alapok volt. Örülnek nagy valószínűséggel az ipar egyéb szereplői, akik ugyanúgy fogadni tudják ezeket a jól képzett szakemberek által oktatott tanulókat. Örülnek-e a tanulók? Mit látnak? Tapasztalatunk az, hogy igen, örülnek a tanulók. Sikerül úgymond megreformálnunk az ő munkához való hozzáállásukat. Ez nagyon-nagyon fontos. Talán ez egyik legfontosabb, amiről most beszélgetünk. Így van. Tehát azt, hogy ő érezze, szeresse azt, amit csinálni akar, tehát átlássa ennek a fontosságát, a súlyosságát, tudja értékelni, felmérni azt a lehetőséget, hogy milyen iparon belüli keresett lehetőséggel rendelkezik, például egy nagyon jó csőhálózatszerelő szakmunkás, egy nagyon jó heggesztő szakmunkás, tehát ma a mai világban ugye lassan ténylegesen nem munkanélküliségről, hanem munkaerőhiányról kell beszélnünk ebben az országban, sőt Európában lassan. Érezniük kell azt, hogy egy nagyon jó szakember ma sokkal jobban tud boldogulni lassan, mint egy diplomás végzettségű ember. Köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk a stúdióba és tájékoztatást adott.